Korábban már döntés született a Kárpátalján élők 10 millió forintos gyorssegélyéről, és március 15-ére gyűjtést hirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, hogy további segítséget kapjanak a háború sújtotta vidéken élők. A Katolikus Karitász elkülönített bankszámlájára is várnak adományokat, és a 1356-os telefonszám tárcsázásával hívásonként 500 forint támogatással járulhat hozzá bárki az akcióhoz. A Boldog Szeferino Képzési Intézetet Székely János esztergom budapesti segédpüspök vezeti a testület döntése szerint, és elfogadták a cigánypasztoráció irányelveit megfogalmazó dokumentumot is. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy amellett, hogy nyilván mindannyian tisztában vagyunk sok-sok nehézséggel és kihívással ezen a területen. Ugyanakkor a krisztusi tanítás, a mi hitünk arra indít bennünket, hogy próbáljunk minél több erőfeszítést tenni az egymáshoz való közeledésben, a különböző falaknak a bontásában, még akkor is, hogyha ez nagyon sok kihívást jelent, és sokszor úgy érzi az ember, hogy neki kell megtenni mindig az első lépést, de hát Krisztus épp erre tanít bennünket. A lelkipásztorok gyakran találkoznak olyan felnőttekkel, akiknek egyházjogilag nem tisztázott a házasságuk vagy élettársi kapcsolatuk, de komolyan szeretnék gyakorolni hitüket. Helyzetük tisztázására, a helyi viszonyok figyelembevételével megoldást segítő személy megnevezését javasolja a püspöki konferencia. Bosák Nándor Debrecen nyíregyházi megyés püspök helyére a liturgikus bizottságban Veres András szombathelyi megyés püspök kerül, a testület tagja lett Schnell György esztergom budapesti segédpüspök. A római misekönyv új kiadásának előkészítéséről is döntöttek, mely a 25 éve kiadott változatot javítva, kiegészítve készül. 102 000 diák választotta a katolikus hit és erkölcs tanoktatást az állami iskolákban, 2600 helyen 11 000 csoportban tanulnak ezek a diákok. A felmenő rendszer miatt 2 év múlva megduplázódik a létszám. Az ülésen Palánki Ferenc egri segédpüspök ismertette az április 11-én és 12-én Nyáradonyban tartandó Isten irgalmasság konferencia részleteit. Kettős évforduló ad alkalmat hazánk és a Szentszék diplomáciai kapcsolatának történelmi áttekintésére. Angelo Rotta nuncius és Gennaro Verolino nunciusi titkár embermentő tevékenységére és kitoloncolásuk 70. évfordulójára emlékezhetünk, és arra, hogy 25 éve állították helyre a Szentszék és Magyarország diplomáciai kapcsolatait. Április 14-én konferenciát szerveznek az évfordulók tiszteletére.